1938 a franciaországi labdarúgó világbajnokság. Magyarország másodszor vett részt a futballtörténelem legnagyobb tornáján. Először 1934-ben az osztrákok ellen a negyed döntőben kiesett, nem jutott a legjobb négy közé. A 38-as torna előtt mindenki azt remélte, hogy a görögöket 11-1-es győzelemmel kiütő magyar válogatott akár a döntőig is menetelhet. Az első állomás Holland-India válogatottja ellen volt. A magyar csapat 6-0-ra győzött ezen a találkozón, egy meglehetősen szerény képesség ellenféllel szemben. Sárosi és Zsengelér két gólt is szerzett, és érdekes, hogy ezen a találkozón játszott Kohut Vilmos is, aki az Olympique Marseille játékosa volt ebben az időben. 1924, az egyiptomi csapás óta ő volt az első magyar futbolista, aki légiósként került be a válogatottba. Szerepeltetése némi vitát váltott ki itthon is, hiszen sokan szerették volna a csapatban látni Titkos Pált, ugyanakkor azt mondta a szövetségi kapitány Dr. Tietz Károly, hogy a franciaországi tapasztalatokkal rendelkező játékosra mindenképpen szükség van. A válogatott egy kicsit tartott a holland-indiaiaktól, mondhatjuk az indonézektől, hiszen rossz volt az emlék az előtte való franciaországi tornán, mint említettem 1924-ben a párizsi olimpián. Éppen egy Európán kívüli válogatott lepte meg a magyarokat. Az egyiptomi csapást nehezen dolgozta fel a magyar futball. Szerencsére Holland-India válogatottja nem jelentett gondot. A második mérkőzést Svájc ellen Lille-ben játszotta a magyar válogatott. Érdekes előzmények után. Nyugodt felkészülést ígért a szövetség vezérkara, ugyanakkor nem tetett arról, hogy a játékosok majdnem kiestek az ágyukból a találkozó előtti este, miután egy földrengés rázta meg Lille városát. A csapat ennek ellenére nagyon magabiztosan készült a találkozóra, a svájciak ugyanakkor nehéz ellenfélnek számítottak. Érdekes, hogy abban az időben a svájci válogatottal rendszerint olyan mérkőzéseket vívott a magyar csapat, amelyen a hazai mérkőzését megnyerte, az idegenbelit pedig elveszítette. Egyetlen kivétellel 37-ben sikerült idegenben is nyerni, és ez nagy önbizalmat adott. A mérkőzés maga aztán simán alakult, hiszen a magyar válogatott két sztárját nélkülöző svájciak ellen, Minelli és Ebi nem játszott ezen a találkozón, viszonylag simán 2-0-ra győzött. Érdekes, hogy a svájciaknál dolgozó magyar edzők, mint például Szabó Petár vagy Winkler, Vinyő, a találkozó előtt azzal húzták Schaffer Alfredot, a magyar válogatott szövetség edzőjét, hogy az ő játékosaik tehetségesebbek és nagyon meg fogják izzasztani a magyarokat. Szerencsére erre nem került sor. A magyar válogatott magabiztosan jutott be az elődöntőbe, és ezzel már az alapcél kitűzését teljesítette. Akkoriban a svájciak azt mondták, hogy a magyar győzelem egyik oka az ő csapatok fáradtsága volt, hiszen a svájciaknak sokkal nehezebb volt az útja a negyeddöntőig vezető úton. Ez a svájci válogatott a német csapatot győzte le, nagy meglepetésre, azt a német csapatot, amelyet osztrák futballistákkal egészítettek ki az Anschluss utáni politikai helyzet folyamányaként. A svájciak nagyon magabiztosan védekeztek, de nem bírtak a magyar játékosokkal. A magyarok közül ezen a találkozón is elsősorban a két világsztár, Sárosi György, és a 89. percben gólt szerző Zsengellér Gyula tűnt ki. Következett az elődöntő a svédek ellen, már Párizsban, a Parc des Princes-ben. A svédeket magyar szövetségi kapitány vezette Nagy József személyében. Nagy a kor mai szokásaitól talán eltérően, a találkozó előtt nagyon barátságosan beszélgetett a magyar újságírókkal, sőt azt mondta, hogy meggyőződése, hogy a válogatottja számára a magyar csapat nem jelent majd feltétlenül legyőzhető ellenfelet. Az lenne a meglepetés, mondta Nagy József, ha a magyarok ezen a találkozón nem gólokkal nyernének. Szerencsére igaza lett, és a találkozó után a francia lapok azt írták, a magyarok akár két szemjegyű különbséggel is nyerhettek volna. Érdekes, hogy a találkozó után Dietz Károly szövetségi kapitány és Schaffer Alfred azt mondták, jó lett volna tartalékolni a döntőre. Sajnos a mérkőzésen Turay József megsérült, úgyhogy ő aztán fináléban nem vállalhatta a játékot. Az első gólt meglepetésre a svédek szerezték Nürnberg révén, már a 15. másodpercben. Ez volt a torna egyik leggyorsabb gólja. A magyar válogatott azonban nem ijedt meg, és rövidesen a 19. percben egy fura öngóllal kiegyenlített. Jakobsonról a saját kapujába került a labda, meglehetősen suta mozdulat volt egy világbajnoki elődöntőhöz képest. Nézzük csak, látható, hogy a beadás után a svéd védőről a saját kapujába kerül a labda. Valószínű, hogy ha nincs ez a gól, a magyar válogatott akkor is simán megnyeri a mérkőzést, mert utána lábra kapott, és ismét csak Sárosi és Zsengelér vezérletével, valamint a tornán ezen a mérkőzésen először játszott Titkos Pál jó balszélső játékával simán 5-1-re legyőzte a svédeket.
A svédek nem voltak egyáltalán csalódottak a vereség után, belátták, hogy egy jobb válogatott ellen kaptak ki. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a 30-as, 40-es években többször is meggyűlt még a magyar válogatott baja a svéd csapattal. A 40-es években a történetünk egyik legsúlyosabb vereségét éppen a svédek mérték ránk. A párizsi találkozón azonban nem volt gond. A magyar válogatott taktikai fölényben játszott a svédekkel szemben, a világklasszisok, Sárosi és Zsengelér pedig különösen kitettek magukért. Titkos a 37. percben szerzett gólja azt mutatta, hogy a válogatott olyan tartalékjátékosokkal ment ki a világbajnokságra, akik bármikor tudták pótolni a világbajnoki csapatban szereplőket. Érdekes egyébként, hogy Kohutot technikásabb, jobb futballistának tartották, mint Titkost, aki azonban nagyszerűen illeszkedett be a gépezetbe. Ő itthon játszott, Kohut már évek óta Franciaországban szerepelt. A rajzon éppen a harmadik magyarból látható. Érdekes, hogy akkor sajtója nagyon szívesen élt akkoriban a fotótechnika kezdetlegessége miatt a karikatúra eszközével. A második félidő egyértelmű magyart hozott, a svédek kapuja állandóan veszélyben forgott. Nem lehetett kétséges, hogy ebből az elődöntőben melyik csapat jut majd a fináléba. Sokkal nagyobb csatát hozott egyébként a másik elődöntő, amelyen az olasz válogatott torna egyik favoritjának tartott brazil csapattal rugdosta össze magát és egymást. Az olaszok megnyerték azt a mérkőzést, de utána a brazilok a játékvezetőt is okolták. Azt hiszem, világos, hogy a torna három legjobb csapata került az elődöntőbe a svédek mellett. A világsajtó is előrült aztán, hogy az olaszok minden tekintetben megérdemelten jutottak a döntőbe, a brazilok még egy kicsit öncélú futballt játszottak. Nem szóltak arról, hogy lehetett politikai oka is a brazilok vereségének, hiszen az egyik legjobb játékos, Leonidas, nem játszott ezen az elődöntőn. Az olasz politikával szimpatizáló brazil szövetségi kapitány teljesen érthetetlenül kihagyta őt. Akkor még nem sejtette senki Magyarországon, hogy ezzel a problémával a döntőben, vagy éppen a döntő utáni beszélgetésekben mi is szembesülhetünk. Sárosi fejelte a magyar csapat a negyedik gólját, majd Zsengelér az ötödiket. Sárosi tartotta a nagyszerű szériáját, hiszen a torna minden addigi mérkőzésén gólt szerzett, csak úgy, mint Zsengelgyő Gyula. Egyik a Ferencváros, másikuk pedig az Újpest játékosa volt. Következett aztán a döntő, illetőleg a döntő előtti izgalmas napok. Köszöntöm vendégünket, Andrejdesz Gábort, az olasz futball és az olasz politika jó ismerőjét, szakértőjét. Szervusz Tamás! Miért volt kuriózum politikai szempontból ez a finálé? Politikai szempontból azért volt kuriózum a finálé, mert ugye a fasizmus számára olyan jellemzően fontos sport, és ezen belül a futball tekintetében másodszorra kellett megvédeni ezt a... illetve másodszorra kellett megszerezni ezt a trófeát, és ráadásul nem is akárhol, hanem egy, természetesen, amit most mondok, idézőjelbe teszem, egy idegen, egy ellenséges területen. A képeken az olasz válogatott játékosai játszanak, fel lehetett fedezni Meazzát, fel lehetett fedezni Piolát. Ők legalább akkor, vagy még nagyobb világsztároknak számítottak akkoriban, mint a magyar játékosok? Hát annyiban talán nagyobb világsztároknak, vagy sztároknak számítottam. Olaszországban a 20-es évektől már nagyon izmosan élt az a sztárgyártóipar, nagyon csúnyán fogalmaztam, amely a futball mögé, mellé telepedett, és kialakultak az első szupersztárok Olaszországban, többek között az előbb látható Meazza. Meazzát magyar edző fedezte föl. Meazzát, egyik kedvencet, ha szabad ezt így igen, mondani. Igen. Nagyon, Meazzát magyar edző fedezte föl, Weiss Árpád, és magyar edző foglalkozott vele, miután Weiss 29-30-as szezon után elkerült Milánóból. Tóth Potya István is edzette az első olasz labdarúgó szupersztárt. Itt pedig már a magyarok, Bíró Sándor jött le a buszról, illetve a játékosok, Vince Jenőt láthattuk, majd Sárosi doktor. A magyar csapat egy kicsit tartott az olaszoktól, több okból is. Az egyik az a rossz széria volt, amit a magyar válogatott a 20-as évek óta az olaszok ellen produkált. Főleg igen, egy rendkívül szörnyű szériát produkáltunk, nem is beszélve arról a
tulajdonképpen az előbb említettük az egyiptomi csapást, ez majdnem akkora csapás volt. 1930-ban 5-0-ra kaptunk ki Budapesten itt az olaszoktól, amikor már visszavágóra, bőven visszavágóra, revansra készültünk. Ha azt a mérkőzést megnyerte volna a magyar válogatott, éppen egyébként a Rimé kupát lehetett a győztesnek nyáló trófeát látni, ha azt a mérkőzést megnyerte volna a válogatott, akkor Európa kupa győztes lett volna, és egyébként ez volt az első találkozó, amit a rádió is élőben közvetített. Itt már a döntő előtt a csapatokat láthatjuk, és hogyha a magyar csapat összeállítását nézzük, akkor meglepetéseket találhatunk benne. Hiányzott a csapatból a sérült Turai, és hiányzott a csapatból Korányi Lajos, valamint Toldi Géza. Tudjuk-e, hogy miért? Igen, ez utóbbi nagyon fájdalmas a számukra, vagy különösen fájdalmas a számomra, mert természetesen áttételekkel, de oldalági rokonként tarthatom számon Toldi Gézát. Nem tudjuk, hogy miért. Igazából nem tudjuk. A döntő lefolyása után már elkezdődött az a lábra kapott az a pletyka, hogy mi szerint volt egyfajta, ugye 1938-at írunk, és politika az nagyon vastagon és nagyon mélyen beleszólt, vagy beleszólhatott a sportba. Elterjedt tehát az a pletyka, hogy Mussolini vagy az olasz sportvezetés figyelmeztetett, szólt, megkért, hogy... Szabó Sárosi, a két játékos, a két emblematikus figura a magyar csapatból. Folytassuk akkor azt a gondolatsort, hogy a politika nagyon beleszólt akkoriban a futball életbe. A magyar politika nyilvánvalóan olasz barát volt. A magyar politika nyilvánvalóan olasz barát volt. Ennek volt egyfajta ugye politikai vonulata vagy vetülete, illetve hát te is nagyon jól tudod, hogy Tolditól például, hogy maradjunk Toldi Gézánál, kifejezetten féltek az olaszok, hiszen ha vélt vagy valós sérelem érte, ő nem habozott akár ököllel is elégtételt venni az ellenfeleken. Akkor nagy szokása volt a világtornáknak, hogy a játékosokat bemutatták a közjogi méltóságoknak. Ezúttal Lebrun francia köztársasági elnök és a FIFA vezetői is paroláztak a magyar játékosokkal. A magyar válogatott egyébként ezen a döntőn a Szabó, Polgár, Bíró, Szalai, Szűcs, Lázár, Sas, Vince, Sárosi, Zsengellér titkos összeállításban játszott. A játékosok közül titkosnak az elődöntőben lépett először pályára Polgár Gyula, aki Druminak beszéltek, illetőleg Szűcs pedig a döntőben szerepelt először a franciaországi tornán. Ugye azt lehet tudni, hogy a játékosok maguk is később ellentétesen nyilatkoztak erről a bizonyos politikai ráhatásról, és azt is lehet tudni, az olasz sajtót, te kiválóan ismeredve az olasz szakirodalmat ebben a tekintetben, hogy az olasz forrásokban soha nem lehetett nyomát találni annak, hogy az olaszok bármifajta ráhatással is éltek volna a magyarok irányába ebben a kérdésben. Ugyanakkor a játékosok nagyon ellentétesen nyilatkoztak, mint azt említettem. Volt olyan, aki egyszerűen csak azt mondta, hogy ha elmondaná a véleményét, akkor bizony, nagy baja esetne. Bizony. És nekem nagyon perdöntő volt Zsengellér Gyulának a fia, Zsengellér Zsolt, a kiváló újságíró véleménye, aki az édesapjától tudta azt, hogy igenis volt ilyenfajta ráhatás. Bizony. A magyar vezetők közül volt, aki bement az öltözőbe, és az összeállítást, amikor elmondták, akkor ugye gyakorlatilag elmondta azt, hogy ez az összeállítás, és Toldit azért nem engedik játszani, mert az olaszok arra kérték a magyarokat, hogy ne játszon, rendkívül vehemens Toldi Géza. A francia Cadubi vezette egyébként a mérkőzést, Piola és Sárosi György választott. Azért az olasz sajtó meglehetősen magabiztos volt a döntő előtt, nem? Magabiztos volt, és azt hiszem, hogy volt is mire magabiztosnak lenni. Ne felejtsük el, hogy amikor az egész történet elkezdődik, közben nézzük a mérkőzés képeit, akkor ugye az olasz labdarúgás a 10-es években hát egészen gyerekcipőben járt, és annyit mindenféleképpen tudni kell, hogy az olasz sportújságírók és a magyar szakemberek abban egyetértettek, hogy egy megfelelő tanítvány mellé egy megfelelő mestert, egy oktatót kell majd fogadni, ez pedig később ugye Magyarország lett, illetve az a bizonyos Dunai iskola, de ebben az időben már, ha szabad ezt a kifejezést
vagy ezzel a kifejezéssel élni, az olasz futball elhagyta, állva hagyta a magyart. Hiába voltak nekünk zseniális játékosaink, mint Sárosi, Toldi, hiába voltak egyéni talentumok, a játék struktúrát, a technikát, a taktikát tekintve Olaszország előbbre járt. Itt pedig a világbajnoki döntő első gólját láttuk, filmen, aztán rajzban is. Biabati beadása után az egyedül hagyott Kodaussi, Gino Kodaussi szerezte meg az első gólt. Ha ezt egy semleges szemlélő nézi ezt a gólt, akkor rögtön felfigyelhet arra, hogy a jobb hátvéd egy kicsit lemaradt a balszélsőről, és ugye rögtön az emberben felötlik az, hogy éppen a jobb hátvéd helyén volt váltás a válogatottban a döntő előtt. Korányi Lajos kimaradt, Polgár Gyula egyébként kiváló futballista volt, de nem kifejezetten jobb hátvéd a válogatottban, emlékeim szerint ezen a találkozón játszott először jobb hátvédként, talán hibázott. A magyarok 2 percen belül válaszoltak egyébként erre az első gólra, mégpedig Titkos Pál révén. Titkos a Kispest játékosa volt, majd a Hungáriában is futballozott, illetőleg a Vasasmezét is viselte egy rövid ideig pályafutása csúcspontján, persze a Hungáriában szerepelt, sőt a Kispest pályafutása előtt, hogyha én ezt fordítva mondtam volna. Később egyébként az 50-es években is, mint Sebes Gusztáv jó barátja, fontos szerepet töltött be a Magyar Labdarúgó Szövetségben. Egyelőre még azonban aktív játékos, és nagyon jó aktív játékos. Uh-huh. Egy rendkívül éles szögből sikerül kiegyenlítenie egy-egy. Nagyon fontos volt ez a döntő szempontjából, illetve a magyar csapat szempontjából ez a gól, hiszen szinte azonnal az olaszok vezető gólja után megvolt az egyenlítés, nem kerültek az olaszok nagy előnybe. Lehet-e arról tudni valamit, hogy az olasz és a magyar sztárok, akik azért évente legalább 3-4-szer a klub szinten és a válogatott szinten is játszottak egymással, sőt többen közülük Közép-Európa válogatottban, különböző nemzeti 11-ek fölött álló szelekcióban is találkoztak, milyen kapcsolatban voltak egymással, hiszen azt lehet tudni például, hogy a Lazio edzője Viola József rendkívül jó kapcsolatban volt ugye a honfitársaival, és hát ugye Piolával ők nagyon szoros barátságban voltak. Nagyon jó kapcsolatban voltak. Ne felejtsük el azt, hogy ezekben az években, vagy évtizedekben egy ilyen nagyobb meccs előtt, illetve után, ezt Vittorio Pozzo, aki egyébként nagyon nagy magyar futballszurkoló volt, kifejezetten tisztelte és kifejezetten meghajolt Károly Jenő, a Juventus első, tulajdonképpen a mai értelemben vett modern trénere, illetve a munkássága előtt. Tehát visszatérve, bankettek és vacsorákat rendeztek a mérkőzések előtt, illetve után, és ezeken az összejöveteleken bőven volt alkalom arra, hogy a nagy sztárok, például egy Ferencváros Láció összecsapás alkalmával hát megbarátkozzanak. Itt pedig a második olasz gól következik. Meazza az előkészítő, és Piola, akit a Piemonti rakétának is becizett, aztán a magyar sajtó közelről nagyon magabiztosan lőtte a labdát Szabó hálójába. Piola a Piemonti rakéta. Lehet azt tudni, hogy az ő akkori sztár léte mit jelentett Olaszországban? Vetekedette a színészekkel, vetekedette esetleg a politikusokkal? Hát ez egy fontos dolog volt. Inkább Meazzát emelném ki, aki tulajdonképpen az első szupersztár volt. Nagyon... Kettőjük alkata között is, mert habitusa között is volt különbség, tehát inkább Meazza volt hajlamosabb a sztárságra, mint a visszafogott Piola? Én azt hiszem, hogy megadtad a kérdésre a választ. A képeken, a korabeli képeken lehet látni, nem is tudom pontosan ennek a terminus technikusát, a brillantinnal bekent Meazza, vagy már bekent hajú Meazza, aki tényleg így alkatilag prezentált az első szupersztárt. Ők, igen, ők ketten valóban nagyon nagy sztárok voltak, de azt még hozzá kellene tenni mindenféleképpen, hogy azért ennek a rezsim azért arra ügyelt, hogy egy bizonyos határt ne lépjen át. Ne nőjék túl. Ne nőjék túl magukat, igen. Az olasz válogatott nyugodtan játszott a találkozó ezen szakaszában, 2-1-re vezetett, és igazából a magyarok
jól játszottak, de nem elég jól ahhoz, hogy egy világbajnoki döntőben újra fordítsanak. Jellemző volt az egyik francia lap véleménye, amely egy 1910-es autóhoz hasonlította részben a magyarok játékát, szemben egy nagyon modern, a 30-as években valóban újdonságnak számító automobillal. Egy másik francia lap ugyanezen kor összetétellel ruhákhoz hasonlította, vagy a divathoz hasonlította a két csapat játékát. A külföldi lapok egyébként a torna után szinte kivétel nélkül arról írtak, hogy az olaszok megérdemelten szerezték meg a győzelmet, bár be kell vallani, nem értették igazából, hogy miért forgatta fel a vízkapitány a csapatot. Piola kapufájának képét látjuk. Piola egyébként valóban emblematikus figurája volt ennek az olasz válogatottnak, és az egyébként a torna legjobb játékosának is választották utóbb. Következik majd a harmadik olasz gól, amit a bal szélső Gino Colauzzi szerez. Colauzzi trieszti származású volt, és a trieszti futball nagyon pontos volt akkoriban az olasz futball életében. Később is jöttek jó játékosok ki Triestből. Mit köszönhet tulajdonképpen az olasz futball a magyarnak? Tennék fel egy álnaív kérdést, tudva azért arról, hogy a 34-es és a 33-34-es és a 37-38-as bajnokságban is az olasz élvonal csapatainak többségét magyar edző dirigálta. Hát nagyon sokat. Nagyon sokat. Meazzát köszönhetik, Trapattonit is, Trapattonival is magyar edzők foglalkoztak. Köszönhetik a Bolognának a siker éveit a 30-as évek közepén. Köszönhetik azt, hogy Gianni Agnelli, a fiát nagyhatalmú vezetője még kis gyerekkorában megszerette a futballt, és megszerette a családi csapatot, hiszen látott egy szélvészgyors magyar futballistát, Hirzer Ferencet. Apukája mondta, hogy gyere Gianni, nézzük meg, olyan gyors, hogy te még ilyet nem láttál. Ide tartozik, hogy Hirzernek a becenője Gazella. Gazella, igen. Nagyon-nagyon sokat. Olyan edzőket, akik a két háború között az országban dolgoztak, a háború után visszatértek Olaszországba, és olyan hatalmas csapatnál, verhetetlen csapatoknál, vagy csapatnál dolgoztak, mint például a Torino, és később ugye a tragédiában életüket vesztették, Erstein Ernő, és kevesen tudják, hogy ott a gépen utazott még egy magyar, Schubert Gyula. Tehát elég sokat köszönhet az olasz labdarúgása a kelet-európai, ezen belül pedig a magyar focinak, illetve szakembereknek. A félidőben vagyunk, Olaszország 3-1-re vezet. Tulajdonképpen ez volt az első olyan mérkőzés, ahol a magyar válogatott hátrányban készült húzamosabb ideig, hiszen ugyan a svédek ellen viszonylag gyorsan megszerezte a vezetést Nübner, de utána a válogatott gyorsan kiegyenlített. Ez egy új helyzetet jelentett a magyar csapat számára, ugyanakkor sajnos azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt években megszokhatta már azt, hogy az olaszok ellen hátrányban kell játszani. Az olaszokról azt is mondták, hogy egy kicsit másfajta hadrendben játszanak, mint a közép-európaiak, és egy kicsit másfajta hadrendben játszanak, mint az akkor már Angliában létező VM-rendszer. Ez volt a bizonyos metódo, ami nyilván az olaszok saját találmánya volt, és az kétségtelen, hogy rendkívül magas szinten játszották. Tehát magas szinten játszott Sárosi György is, aki a 70. percben szépített, 3-2-re alakította az állást. Sárosi a torna minden mérkőzésen szerzett gólt, hasonló bravúrral egy világbajnoki sorozaton, csak 1966-ban Bene Ferenc volt képes a magyarok közül. Úgy tudom, hogy az olaszok annak idején mindent megtettek volna azért, hogy a részben Triest környékére való Sárosi családgyermekét, a Stefancsics családgyermekét, Sárosi Györgyet olaszosítsák, olaszszá tegyék. Ő azonban erre nem volt hajlandó. A háború után került vissza, vagy került ki Olaszországba, és népszerűség akkor még töretlen volt. Bizony. Többek között Rómában trenírozta az egyik fővárosi csapatot, illetve a Juventus trénere is lehet. Ugye jól tudom, hogy Genovában dolgozott, igen.
sőt később ilyen utánpótlás segített játékos megfigyelőként is nagyon hosszú időkig élt Genoa-ban. Az olaszok tulajdonképpen a 30-as években mindent megnyertek. 1934-ben világbajnoki címet szereztek, 36-ban Berlinben megnyerték az olimpiát egy amatőr csapattal. Hát ugye arról sokat beszélnek, hogy Mussolinek mennyire volt affinitása a futballhoz, meg hogy Lazio szurkoló volt-e, vagy nem. Ez tulajdonképpen bizonyos szempontból ez részletkérdés. Az a lényeg, hogy meglátta azt, hogy mekkora nagy propaganda lehetőség van ebben a sportban, hiszen itt is lehet látni, hogy több tízezrek látnak, járnak ki egy meccsre, és borzasztó fontos lett a futball a rezsim számára. Ha a szöveget elolvassuk gyorsan, hogy arról szól, hogy az olaszok az ellentámadásokkal is veszélyeztettek, és Szabót többször is védésre kényszerítették. Ez mondjuk Szabó Tóninak nem volt éppen a legjobb megmozdulása, de azért utóbb sikerült neki. Itt lehet látni, bocsánat, hogy közbeszólok, lehet látni, hogy az olaszok a szokásos kék szerezelésben játszanak, de volt a tornán egy meccs, amikor nem kékben játszottak, hanem feketében. Nem is véletlen, hogy éppen akkor. És nem is véletlen, hogy éppen akkor volt a fasiszta párt egyik vezetőjének volt az az ötlete, hogy ugyan már, hiszen ellenséges, idézőben mondom, ellenséges földön járunk, fricskázzuk meg a franciákat, és a fasizmusra alliteráló fekete mezben léptek pályára az olaszok. Természetesen hatalmas nagy fügykoncertet okoztak ezzel a stadionban, mert ugye ott nem csak az olaszok ellenjátszó szurkoló franciák voltak, hanem azok a politikai menekültek, akik pont a rendszerre, Mussolini rendszer elől menekültek Franciaországba. A 82. percben dőlt el végleg az 1938-as franciaországi világbajnokság döntője, és dőlt el az, hogy Olaszország a futballtörténelemben először megvédi a világbajnoki címet. Váti előkészítése után Silvio Piola szerezte a végeredményt beállító 4-2-es eredményt hozó gólt. Olaszország történetében másodszor, de hát az olasz futball szerelmesei tudják, nem utoljára világbajnoki címet szerzett. Vittorio Pozzo, az olasz válogatott szövetségi kapitánya az első, és mindmáig az egyetlen szövetségi kapitány lett, aki kétszer is világbajnoki aranyérmet nyerhetett. Ez a csapat valóban Pozzoé volt, Pozzo találmánya volt, és Pozzo hatása elvitathatatlan az olasz futballban. De elvitathatatlan az is, hogy ezek a játékosok, akik megnyerték a döntőt, soroljuk fel a nevüket, Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari és Colaussi, az 1930-as évek kiemelkedően legerősebb csapatát alkották. Egy kicsit más volt ez, mint a 34-es olasz válogatott, hiszen az oriundók, a Dél-Amerikából repatriált játékosok kisebb szerepet kaptak már ebben a csapatban, bár Andreolo személyében egy uruguayi játékos most is játszott. És ez egy másik csapat volt, mint a 34-es, hiszen alig néhány játékos maradt az akkori győztesek, a hazai pályán győztesek közül. Jules Rimet, a FIFA elnöke, Silvio Piolának és Giuseppe Meazzának gratulált, illetve adta át a trófeát, az olaszok pedig a fasiszta karrendítéssel üdvözölték a FIFA elnökét, illetőleg ünnepelték saját győzelmüket. Itt pedig már lehetett látni, hogy szívélyesebb az ünneplés. Pozzo hazaviheti azt, amire vágyott, másodszor is világbajnok lett Olaszország kezében a Rimet kupa, amelyet szabályok szerint az a csapat vihetett el végleg, amelyik háromszor megnyerte a világbajnoki címet. 1970-ben a brazil válogatott tette ezt meg, 1958-1962 után harmadszor is megnyerte, és ezért is őrizhette egy ideig, míg el nem lopták székházában ezt a gyönyörű arany trófeát. Magyarország második lett, nagyon heves vitákat kiváltva. A csapat szereplését mindenki elismerte, ugyanakkor díszkapitányt rendkívül sokan kritizálták, magyarázkodnia kellett a döntő után. A játékosokat ünnepelték, díszkapitánynak azonban menekülnie kellett a nyugati pályán a hazaérkezés után. Pedig ez a válogatott, a magyar labdarúgó válogatott, a mi futballtörténelmünkben példátlan sikert ért el, sőt, később is csak az aranycsapat 1954-ben elért BB-ezüstje vetekedhetett vele. De ennél jobb eredményt világbajnokságon soha nem ért el a magyar válogatott.